Hát sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és köszönöm Marikának a verset, a Selmeci Gérának a felmerő szavakat, hogy a lelkünket egy picit közelebb vitte ahhoz a témához, amit én is szeretnék folytatni. És hát ugye ünnep van, ezért volt egy kis vers, és hát most mindenképpen meg kéne említenünk ezt a két alkotást, ezt a baráti kör tagunk Udvari Emese és barátnője Kiskovács Klári készítette el. Úgy készültek, hogy a kerámia részét a Klári csinálta, és akkor az Emese csinálta meg a festményeket rá. Ugye az első az még a Jézus születéshez készült, ami az múltkori előadás volt, de a második ez már a Krisztus születéshez készült. Tehát nagyon szépek, és nagyon köszönjük nekik így mindenki nevében, hogy vették a fáradtságot, hogy erre az alkalmakra, hogy tényleg egy konkrét alkotással, és csak ide készültek erre a dologra. És hát a folytatásban, mielőtt még Jézusról, Krisztusról, a szeretetről beszélnék, hát nyilván meg kell emlékeznünk egy másik dologról is, egy magyarságot érintő eseményről, tehát a Szent Korona hazatérésének most van a 41. évfordulója. Az elmúlt három évben a Szabad Egyetem munkájában szinte minden évben volt Szent Korona előadás, és az utolsót azt dr. Fehér András barátunk, aki szintén baráti körtagunk tartotta. Azt kell tudni róla, hogy ő egy anyagvizsgáló, és amikor a Szent Korona Magyarországra hazatért, akkor konkrétan vizsgálta egy anyagvizsgáló csapattal. Nagyon elhivatott kutatója, és az utolsó előadása, ami még szerintem fenn van az interneten az oldalunkon, a YouTube oldalunkon, ott gyakorlatilag, amit eddig Pap Gábor vagy mások, amit el tudtak mondani a Szent Korona, vagy egy csillagászati kiegészítéssel látta el. Tehát ez szinte neki köszönhető az ő kutatási eredményeinek. Most én ezt nem fogom, semmit sem szeretnék ezt konkrétan mondani, mert nem erről szól ma este, de az, hogy azért tudjunk róla, hogy egy olyan erekéről van szó, ami a magyarságot érinti leginkább, de az egész világ kapta, nem csak a magyarság. Ugye ez a, mondhatnánk azt, hogy egy ilyen isteni tárgyasulás, tehát egy olyan szent erekje, ami tényleg méltóképpen koronázza meg a mi ősi múltunkat, ugye az őseink örökségét, és hát ugye ezt a fantasztikus magyar múltat, az mégis azért egy idő után máshogy kell, hogy szemléljük. Ugye Márai azt mondja, hogy népek Krisztusa, és ugye ezt a gondolatmenetet már Janus Pannonius, majd később Attila József Attila is, több szellemi óriás is meg tudta magába foglalni, vagy fogalmazni. Tehát voltak még a nagyjaink között olyanok, akik át tudták még érezni, mi az, hogy nemzeti öntudat, és azt is tudták, hogy ez a magyar néphez honnan indult. Ugye a mi adásodatunkban Nimrodtól napjainkig, tehát egész pontosan a csillagoktól, ugye a mostani ilyen nem túl szakrális világig. Tehát ez egy nagyon nagy panoráma. Pap Gábor ezt egy tanulmányában úgy fogalmazza meg, hogy Magyarország passió története, viszont mint egy jó passió történetnek mindig van egy jó vége is. Tehát a Pap Gábornak a tanulmányában a végén már a feltámadásról is beszél. És egy előadással ezelőtt Makovec Imrét idéztük, aki azt mondta, hogy Európa szívében a szellemi nap van születőben. Ezt ugye elég régen mondta, de az biztos, hogy ez a szellemi nap az maga Krisztus. És hogyha azt mondjuk, hogy Európa szívében, akkor át kell, hogy tudjuk érezni, hogy ez a, mondjuk, hogy Paradicsom országában, a Kárpát-medencében van ez a szellemi közép, ahonnan ennek alapnak születnie kell. És hogy látjuk, hogy Európa periférián milyen események vannak, most mi úgy látszik, hogy ilyen kis bástyaként állunk egy helyt, és azt gondolom, hogy ez egy személyes felelősség az, hogy egyrészt a saját múltunkkal tudjunk foglalkozni, meg azt, hogy a mi kis közösségünk az egy olyan védőoszlop legyen, mint az egész történelmi folyamán. Tehát ezekkel a gondolatokkal szerettem volna csak megemlékezni a Szent Korona hazaérkezéséről, és hát mindenkinek javaslom, hogy egy picit foglalkozom majd vele tovább. A későbbiekben Jézusról, Krisztusról, a szeretetről beszélnék. Ugye a cím az volt, hogy bennem és általam, ami, hát valójában, hogyha ugye a magasabb rendű énünk a szabad akaratából fogalmazná meg ezt a gondolatot, hogy bennem és általam,
akkor valójában már a krisztusi szeretetnek a legmagasabb fokán állnánk, hogy a cselekvő szeretet minőségében. Szóval az a cselekvés, az ki tudna hatni az egész emberi sorsunkra, minden kapcsolatrendszerünkre, tehát gyakorlatilag a mi saját magunkkal való kapcsolatunkra, a családi, akár így most a nemzeti, baráti, mindenféle kapcsolatunkra és a jó Istennel való kapcsolatra. Mert én most mindegy, hogy miről fogok beszélni, tehát milyen ismereteket szeretnék átadni, de a lényeg az igazából az lenne a mai nap is, hogy ez valamilyen módon hasonl a másikra, és hogy valami szülessen meg bennünk, mert ami bennünk meg tud születni, csak azt fogjuk tudni átadni, csak az meg tovább átadunk. És hát én most egy nem teljesen hagyományos előadást szeretnék tartani, lesz most egy olyan rész, ami az előadásoknak nem szokott a része lenni, és a végén szeretném megerősíteni ezt a kis ráhangolódást. Talán így lesz teljes a kép. Mégpedig arra szeretnének kérni benneteket, hogy mint egy meditációban próbáljunk ráhangolódni arra a dolgra, amit most mi Krisztusként gondolunk. Mert az a lexikális tudás, vagy az a információ közvetítés, ami most tőlem előadóként átmegy a passzív ülő hallgató fele, ez igazándiból nem egy működő forma. Viszont most arra kérnek benneteket, hogy vegyünk részt egy olyan ráhangolódáson, amin keresztül megpróbálunk képet alkotni arról, amiről általában azért nem tudunk, vagy nem szoktunk képet alkotni. Úgyhogy csináljuk azt, mint egy ilyen meditációs kurzuson, hogy helyezkedjünk el kényelmesen, szépen. Tehát mindenki, ahogy tud. Ezek a székek sajnos nem kényelmesek, de amire érdemes törekedni, hogy a testtartásnál egyenesen az elég. Az egy jó dolog, akkor az energetikailag nem vagyunk blokkolva. A kezünk az ilyenkor gondot szokott lenni, hogy hol legyen. Tehát, hogyha az ember alakja a kezét a combjára, az is nagyon jó. Ha egy nyitott állapotot tart, tehát ahol befogadja az információt, az is nagyon jó. Aki egy egyensúlyi állapotot szeretne tartani, akkor az a hasára, aki a aksi központra lezárja, és akkor az egy ilyen nyugalmi állapotot okoz neki, mindegyik jó. A lényeg az, hogy egy nyugodt állapotban legyünk. Aki nem szereti ezeket a dolgokat, azt mondom, hogy ez most legyen egy olyan néhány pillanat számára, hogy picit megnyugszik, kikapcsolódik, elengedi a napi cselekedeteket, meg picit feltöltődik ebbe a 2 percben, amiről szó van. Akinek nem gond, az csukja be a szemét. És mint egy meditációnál, szép lassan próbáljuk a testet ellazítani, tehát gyakorlatilag első az, hogy figyeljünk a légzésünkre. Gondoljuk arra, hogy a légzést azt lelassítjuk olyan szinten, ami még kényelmes. Lassú legyen, de ami még teljes mértékben kényelmes. A légzésünk legyen folyamatos, egyenletes, kiegyensúlyozott. Próbáljuk a légzést úgy szabályozni, hogy amilyen hosszú a belégzés, olyan szép nyugodt hosszú legyen a kilégzés is. Közben gondoljunk arra, hogy a fejünk tetejétől a lábunk ujjáig fogunk szép lassan fokról fokra ellazítani a testünket. Gondoljunk a fejtetőnkre, az egész fejbőrünk elkezd szép lassan megnyugodni, a hajunkkal együtt, és ezt a jó érzést fogjuk tovább áramoltatni lefelé a testünkbe. Képzeljük el, hogy ez a jó érzés ez már a homlokunknál van. Képzeljük el, hogy a ráncainkat egy picit simítja, nyugtatja, ez lemegy a szem környékére, ellazul a szemgolyó, az egész arcunk, a szánk. A szánk, ahogy ellazul, szinte egy apró kis mosoly indul el az oldalában, egy jó eső érzésnek a külső megnyilvánulása. Ellazul a fülünk és az egész fejünk. Ezt a jó érzést, ezt hagyjuk, hogy végáramoljon a nyakon keresztül, a vállakon keresztül, szép lassan a két kezünkön, egészen az ujjakig. A nyakon keresztül le a mellkas felé, ellazul a tüdőnk, gondoljunk rá, hogy a szerveinket is el akarjuk pihentetni egy picit, a szívünk és környéke, a veséink, a májunk, minden belső szerv, hagyjuk, hogy ellazuljon. Ez a jó érzés, ez tovább megy a medence felé,
végig úszik a lábakon, a térdeken át, le a lábszáron, egészen a lábujjakig. A légzésünk az továbbra is egyenletes, nyugodt és folyamatos. Most képzeljük el azt, hogy együtt érzünk a Föld szellemével. Mi az egész Földnek az energetikája körbevesz minket a nap minden pillanatában, és ennek az erőtere egyé válik most velünk. Ennek a lénynek a barátja leszünk. Innen tágítjuk a tudatunkat. Elsőként elképzeljük azt, hogy azonosulunk egy picit az ásványvilág rezgésvilágával. Onnan szépen lassan emeljük ezt a rezgéstartományt a növények éterikus világához. Aztán az állatvilág rezgéstartománya jön. Onnan bővül ez a tudat, és elképzeljük, hogy az egész földi élet minden ember lényével egy azonosságot élünk át. Ezt a tudatot tágítjuk tovább, és kilépünk a földi világból, és elképzeljük, hogy az egész zodiákusi tér, az egész teremtett világ földi lényeivel, akik most már nem élnek, azokkal élünk egy hullám hosszon. Elképzeljük, hogy minden a teremtés szolgáló természeti lény rezgését átérezzük egy pillanatra. És ilyenkor már érezhetjük azt is, hogy ezt az egész életfolyamatot egybe tartja egy erő, egy teremtő erő, és ugyanaz a fenntartó erő is. Tehát egy teremtő, éltető, megújító, tanító, gyógyító erő. Most képesek vagyunk azonosulni ezzel az erővel. Ez az egész emberi világot átható erő, ez a szeretet. Próbáljuk ezt az élményt egy picit elraktározni a lelkünkbe, és arra gondolni, hogy amikor visszatérünk az ébertudati állapotba, akkor ez majd bennünk munkálkodjon napról napra. És akkor szép lassan engedjük vissza magunkat a földi világhoz, fokozatosan az állatvilágokon keresztül, a növényi világon, a ásványi világon, de egész a Föld lényével való együttérzésig. És miért itthon vagyunk, jól érezzük magunkat. És szép lassan hagyjuk, hogy a vérkeringés visszakerüljön a kezünkbe, lábunkba. Kinyitjuk a szemünket. És hát ez a kis elcsendesedés, ez egy olyan ráhangolódás szeretett volna lenni, amivel hát magunkat tudjuk kitágítani azokba a tartományokba, ami nem az értelmi képességekön múlik, hanem a megérző képességünkön. Tehát ha mondhatjuk azt, hogy a szeretet születése, ami az eladás másik része, az már így is történik, ha így csináljuk. Hogyha ehhez hozzáillesztjük majd azokat a tartalmakat, amiket el fog mondani, akkor talán könnyebb lesz, mert ugye ebben a korban, amit el szoktuk mondani, hogy a tudati lélek korában az ember először megérteni akar dolgokat, és amikor megérti, akkor azt a értékrendszerében áttranszformálja, és abból lesznek a morális cselekedetek. Most mielőtt Krisztusról beszélnék, azért nem árt tudni, hogy körbe, hogy honnan indulunk. Tehát mindig érdemes egy olyan alaphangot megütni, ami a jelenlegi kornak a minősége. Csak hogy tudjuk, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. És hát a mai kor lénye, mondhatnám azt is, hogy egy tömeglény, tisztelt a kivételnek, hát ha valaki, akkor ez a lény áll már nagyon messze attól, amiről én szeretnék beszélni. Mondhatnám azt is, hogy az arisztotelészi értelemben már az exoterikus körből is kiszorult. De amikor beszéltünk arról, hogy Arisztotelész egy exoterikus körben rejtett tudást tanított, tehát okkult tudást,
akkor aki ezt avatásokon keresztül magáévá tette, az lett az okkult tudás birtokosa. A többiek tanulták ebben a körben, mi is most ebben a körben. És ugye volt azon kívül egy olyan exoterikus kör, akik a tekintély alapján, de néha az ösztönös megélések alapján is követték a papok, a tanítók, a mestereknek az útmutatásait. Tehát ők még el tudták fogadni, hogy működik az isteni világ, lehet, hogy már nem voltak képesek teljes mértékben átélni, de elfogadták az instrukciókat, betartották a törvényeket, és egy bizonyos a mesterek, a papok, a tanítókon keresztül vezetett rituális rendben, ők maguk is bizonyos mértékig át tudták élni azt, amit az isteni világgal egy ember átélhet, a maguk módján. Most az a helyzet, hogy a mai ember már ebből az exoterikus körből is kiszakadt. Tehát mondhatni, hogy a legtöbb embernek már semmilyen kapcsolata nincs az isteni világgal, vagy szellemi világgal. Na, ilyen körülmények között viszonylag nehéz olyan ünnepet tartani, ami a legmagasabbat szeretné megcélozni. Ráadásul ugye maga a Jézus történet is bajban van már, mert ugye Jézustól Krisztusig szeretnénk eljutni egy bizonyos kis intervallumban most a mai este, és maga a Jézus lény is egy olyan állapotban van a tudatunkban, ami megnehezíti ezt a munkát. Tehát már egy évvel ezelőtt is beszéltünk arról, hogy pont egy református lelkész Isten tiszteletén voltam, ahol hallottam az ő szájából azokat a szavakat, ami nagyon jól szimbolizálja azt, hogy a mai ember az hogyan viszonyul már a Jézushoz is. Hogy egy ilyen kis gügyögő csecsemőről van szó, ami ott van a Mária ölébe, és őt várjuk, ezt a kis csecsemőt. És nincs mögötte a tartalom. És annak kell, hogy az országban egyre több helyen építenek már Betlehemest, és egyre több helyen beszélnek róla, de Jézusnak a jelentőségéről nagyon keveset. Nem mesélik el azt, hogy Jézus az a teremtett világ legmagasabb szintű emberi megvalósulása. Tehát Buddha mutatta hozzá az utat. Ugye Buddha megmutatta azt, hogy egy életen belül, az önismereti úton keresztül, hogy lehet eljutni az embernek a legmagasabb minőségéig, a saját minőségének a csúcsáig. És ő mutatta az utat Jézusig, aki már így született. És ez a tökéletesnek született lény is még az isteni világtól kapott egy olyan minőséget pluszba, ami a teremtés folyamán soha embert nem érintett. És ez a minőség is még 30 évet kellett, hogy felkészüljön arra, hogy befogadja azt a lényt, amit Krisztusnak nevezünk. És abban a három évben is, inkább csak a legvégén, tehát majdnem mire eljött a kereszthalál, addig tudott beleorganizálódni az a lény, amit Krisztusnak nevezünk. Tehát azt kell látni, hogy az, hogy a Jézusi test megszülessen, az egész szellemvilág, az egész isteni világ hatalmas nagy erő összpontosítása történt. Mindenki azért dolgozott a szellemvilágban, hogy ez megtörténhessen. Inkarnációk sorával lett előkészítve ez az emberi test, és utána is minden, az egész isteni világ azon dolgozott, hogy ez a Krisztusi minőség, ez csak egy nagyon rövid ideig, egyszerűen egy emberi testben meg tudjon valósulni. Hát mondhatjuk azt, hogy a világ történelem egy legfontosabb eseményéről van szó, amikor január 6-án a Jordánnál való keresztelőről beszélünk. És mondhatjuk azt is, hogy az egész emberi történelem legmagasabb szintű minőségéről beszélünk, hogy aki megszületett az emberi világba, ugye Krisztus. És lett helyette egy ilyen eltorzult Jézusi születésnek, egy ilyen eltorzult családi ünnep, ez azért még azt lehet mondani, ahol ugye az értékes tárgyak kényszerű csereberéje történik most, egy karácsony, és közben meg egy ilyen rituális ünnepérvelt emelt evésivás. Az, ahogy megéljük azt, hogy a Jézus születik. Tehát így várjuk, és így ünnepeljük azt, hogy megszületik az a legmagasabb emberi minőség. És nem veszük észre, hogy gyakorlatilag az évkör legsötétebb időszakában a legsötétebb lényeknek a szolgálata válunk be ezekkel a ritusokkal. Tehát messze nem a Jézust várjuk és ünnepeljük. Na most így egy picit nehéz innen indulva építkezni, de mégis más nem tehetünk,
És ahhoz, hogy ezt a megértést innen-onnan megtámogassuk, én két útvonalat választottam számotokra. Én szeretem az organikus gondolkodást és azokat a formákat, amik életszerűek és könnyebben beépíthetők a gondolkodásunkba. Ez két út lesz. Az egyik a belső út, én úgy neveztem el. Gyakorlatilag, amikor az ünnepi évkörről beszéltünk néhány alkalommal ezelőtt, és a múltkor a keresztény beoltási útról, akkor készítettem én elő ezt a gondolkodást, amit most szeretném egy picit magasabbra emelni, és akkor beszéltünk arról, hogy az emberi életnek az alapmotívuma, ugye a körből indul ki, a körnek a mozgása, ahol látszólag visszaér ugyanabba a pozícióba, és ez a pozíció attól, hogy az időben történik, ugye történik egy változás. És ugye ezt az élet alapmotívumának, a spirált határoztuk meg, és ennek a legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb, meg a legkönnyebben értelmezhető egységét ugye egy emberi napnak vettük. És még minden folyamatnál, amikor az ember körbeér egy ciklikán, akkor ha elszámol, ha vissza tud emlékezni arra, hogy mi történt abban a folyamatban, amit ő megért egy körben, és megtörténik az elszámolás, akkor előre tud tekinteni a következőre. Ilyen szabadon hagyja azt a következő kört, hogy abban már olyan dolgok történjenek, ami ahhoz képest fognak, amit megélt. Tehát nem blokkokat okoz, hanem hagyja a fejlődés lehetőségét. Tehát először le kell zárni, el kell számolni, és hagyni kell, hogy úgy menjen tovább. Most nyilván ugyanez a működésrendje, amikor az ünnepi évkörről beszélünk, csak az már egy másik tartomány. Ugye a 12 zodiákosi erőnek a földre a természet törvényei meghozó hatása, amiben mi élünk, és ugyanúgy lezárunk egy évet minden évben, és ugyanúgy kezdjük a következőt. Ezt mondjuk jobban ismerjük, mert általában ilyenkor szoktak a fogadalmak születni, de nagyon célszerű lenne mindig visszaemlékezni az évkörben, hogy mik történtek azért, hogy szabadon hagyjuk azt a mezőt, hogy a következőben már ehhez képest a pozitív tartalmak tudjanak megjelenni. Hát ugye mondtuk, hogy ez is egy nagyobb kör, de ugyanúgy működik, mint a pici. És ugye egy emberi életút is ugyanígy értelmezhető, hogy körbeér, és hát ott is történik egy elszámolás. Ugye nem éppen úgy történik, mint egy nappal, vagy mint egy évvel, ugye az már nem annyira szabadon választott gyakorlat, azt is mi tesszük ettől függetlenül meg, de hogyha ha jól csináljuk a kisköröket, ugye ha jól teljesítünk, ha tényleg szembe merünk nézni azokat a tartalmakat, tényleg le tudjuk zárni, és úgy éljük le az életünket, hogy ezeket a köröket meg tudjuk élni jól, akkor hát egy nyugodtabb lelkismerettel tudjuk elhagyni ezt a földi életet, és úgy tudunk eltávozni innen, hogy mi megtettünk mindent, amit meg lehetett. És hogy ezt tágítottuk tovább, hogyha életek sorában gondolkodik már az ember, ha ismeri az ember a karmát, akkor ez a spirál, ez tovább visz. És az életek sorával gyakorlatilag jól elvégzett életutak összessége az fog egy olyan spirált hozni, ami elvezeti az embert önmaga magasabb rendű minőségéhez. És az ember eljut arra a csúcspontra, ami a spirál vezeti, akkor ott áll az isteni világ, vagy a szellemvilág kapujában, és az Isten fia fogja őt várni. No, nem úgy, mint egy, ahogy sokszor beszélünk, mint egy jó barát, vagy mint a testvér, tehát nem egy ilyen emberi viszony kell elképzelni, hogy pár valaki minket, de ha egy hasonlattal szeretnék élni, akkor Krisztus úgy várja ezt a tanítványt, mint az az apa, aki alig várja már, hogy felcseperedjen a fia, hogy utána ráhagyja az örökség. És hát Krisztus öröksége a szeretet. És amire a tanítvány ezen a örvényen feljut arra a szintre, akkor ugye már nem a halandók sorába fog tartozni, és akkor már el is bírja ezt a hatalmas örökséget. Tehát ez az a belső út, amin el lehet indulni az embernek a isteni világkeresésében. Ugyanakkor látnia kell, hogy létezik egy ebben ellentétes út is. Tehát az, hogy az isteni világ, az ugyanúgy nyúl le az emberhez, hogy próbálja az útját segíteni, hogy visszataláljon. Az egész evolúcióban mindig alányul az embernek, hogy visszajöjjön. És hogyha átgondoljuk, hogy mi az, hogy teremtett világ, tehát a teremtett világ az nem az, amit a földi világnak nevezünk, hanem
az egész zodiákusi tér, az a 26 ezer éves ritmusban létező nagy ciklika, ugye abban vannak azok a lelkek is, akik nem a Földön élnek már. És ugye ez egy halmaz elméleti kérdés igazából, hogy az isteni világból született a mi teremtett világunk, és annak ellenére, hogy az egész teremtett világ minden részecskében ott rezeg az isteni világ, ettől függetlenül akkor tudjuk, hogy van egy azon kívüli, ha úgy tetszik, dimenzió. És hát Krisztus onnan jött. Tehát az Isten fia az nem ebben a világban született, hanem onnan, abból a mi világunkon kívüli világból jött. Egyszülött fia. Az isteni minőséget hozza be ebbe a tartományba, és hatja át minden pillanatában. És hát azt kell látni, hogy ebben a folyamatban őt küldték, a legnagyobbat küldték le értünk, hogy ez a folyamat, ez tovább tudjon menni. Mindamellett, az egész evolúciós történetben, az egész földi anyagbaszállás folyamatában, tehát úgy, ahogy nekünk a szellemi hierarchia, mint egy létra nyújtja fölfele az utat, az isteni világnak ugyanúgy a létrákon keresztül jön a segítségnyújtás lefelé a legkisebbig. És azt kell látni, hogy olyan áldozatkozott a lilikmus, hogy a legnagyobbak, azok folyamatosan azon küzdenek, hogy a legkisebb, a legmesszebbre eltévedt én oda visszajuthassak. Tehát ez a két folyamatot érdemes elképzelni egymással szemben. Van egy rész, amit kihagytam, mert túl a szolgálódás. Igen. Ugye Krisztusnak a földhöz való közeledése, meg a hozzávaló tartozása, megvalósulása, ugye ez nem csak ebben az egy eseményben történt meg a Golgotai biztosnál. Tehát volt előtte három olyan esemény, amit meg lehetne most említeni, hogyha majd esetleg sok idő lesz és lesz kérdés, akkor szívesen beszélek róla. A lényeg az, hogy nem véletlenül mondja a Biblia is, hogy az idő kezdete óta velünk van. Gyakorlatilag ő teljes mértékben mindig részt vett a Földnek a teremtési folyamatában, és az embernek az emberi minőséget folyamatos fejlődésében. És ugye az utolsó, amikor az emberi én realizálódott, az asztráltest, ételtest, asztráltest és az emberi én, amikor az emberi én volt olyan állapotban, hogy segíteni kellett a megvalósulását, akkor történt a Golgotai misztérium. De az előzményeket most nem mondanám el, mert túl hosszú lenne, de a lényeg az, hogy a Krisztus az nem most először tett értünk nagyon nagyot. És az, hogy milyen hatása volt az evolúcióra, mivel az egész zodiákusi teret áthatja. Ezért nyilván az első, amit könnyen meg lehet figyelni, vagy amit a hagyomány jól megőrzött, az, hogy hogyan hatotta át ezt a természeti törvényszerűséget, amit mi ünnepi évkörnek nevezünk. És hát megújította a nagy keresztény ünnepeket, ugye beszéltünk a napfordulókról és a napi egyenlőségekről, és lett a karácsony, lett a János nap, nyári napfordulónál. Ugye erről majd nem sokára többet fogunk beszélni, mert ez a Szent Ivánélyes mostani minőség, ez nem pont az, amit erről lehet tudni. A napi egyenlőségnél ott van húsvét, és a másik oldalon ott van Mihály ünnepe. De emeli a négy mellé, ugye még behozott három újat Krisztus. És ez a vízkereszt, ugye a mennybe menetel, és a pünköst. Ezek hatalmas ünnepek, de mondjuk azt, hogy a mai világban egy picit méltatlanul mellőzött, vagy kevésbé ismert ünnepek. Nagyon keveset tud az átlag ember róla. És ne felejtsük el, hogy Krisztus ugye megkezdette egy nagy világkorszakot, ugye a halak világkorszakát, és hozott nekünk egy új szövetséget. Ugye megújította a régit. Ember és az Isten között egy új szövetség létesült. Ugye az én testem és az én vérem. Nem tudom, hogy van-e még olyan nyelv, amelyik a testvér fogalmát, azt így tudja ilyen értelemben értelmezni, mint a magyar. De ez egy újfajta vérszerződés, hogy tetszik. Tehát megújította a régit. Ugye Krisztus emellett még egy új tudatosságot is hozott el, mert Krisztus megtestesülése előtt a görög-latin korban gyakorlatilag a gondolkodás, az emberi gondolkodás ért el a legmagasabb szintre. Mondhatjuk, hogy mai napig hivatkozunk Plátóra,
Arisztotelészre és a kor nagy tudósaira, akik tényleg tökéletesen meg tudták figyelni a természeti világ törvényszerűségeit. Ott azért egy analizáló gondolkodás, egy raktározó, rendszerező és az elvont gondolkodás is meg tudott jelenni. Ennek ellenére ennek a korszaknak a tudása, gondolkodása mégis a hold jelét viseli, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy akármennyire brilliáns és jó, mégiscsak eltakarta az Istenről való igazi tudást. Méghozzá úgy takarta el, mint ahogy a hold eltakar a napot a napfogyatkozásra. Tehát Krisztus ezt is teljesen átalakította. Tehát itt lehet tovább gondolni azt, amikor a keresztény vallatási útról beszéltünk, hogy az Atlantis utáni két nagy áramlatot hogyan újtotta meg. Tehát itt lehet megérteni jobban. Ugye, hogy két olyan irányzat volt, amit a Biblia is szimbolikusan jelez, hogy a kétféle Jézus születés történet, amiről a múltkor szó volt, ugye a Lukács és a Mátéban, ugye az egyikben a pásztorok várják a Jézus születést, ugye a pásztorok a rejtett tudásban, ők voltak a szív szeretet útja. A másik, ugye ami a Mátéban, ugye a mágusok vannak, a mágusok voltak a misztikus út, azt mondja, ezt így lehet legyen a misztikus út. És azt kellett erről a két irányzatról tudni, Dióhéjban, hogy a régi klasszikus beavatási szertartásrend szerint egy ilyen három és fél napos időben gyakorlatilag ott a finom testeket eltávolították az emberekből részben, és ott kellett bizonyos dolgokat megélni, és a pásztorok útját követőknek ugye az volt az útjuk, hogy befele az emberi működés egyre mélyebb, egyre pontosabb, egyre tökéletesebb átérésen keresztül befele a mikrokozmosz felé indultak el, és onnan tudták megélni az isteni világot. A másik út, az pedig a mágusok útja, az meg azt csinálta, amit mi is az előbb a kis rámolódásban, hogy a ásványi világtól kifele a mindenféle emberi világ és a kozmosz világai, tehát gyakorlatilag az egész zodiákusi perifériás tartományokig át tudták élni a csillagvilágot. És ugye az volt a baj Krisztus előtti pillanatokig, hogy az emberi ego akkor erősödött meg, és ugye nem tudták volna kezelni ezt a két utat, amelyik a csillagok fele ment, ott otthon érezte magát, és ebben a három és fél napos tetszállapotban annyira át tudta élni a kozmosznak a lényeit, élményeit, otthon volt, hogy nem olyan akart visszatérni már ebbe a földi világba, amelyik meg befele kutakodott, meg az volt a baj, hogy az emberi ego belül olyan mélyen, olyan mélyről jött, szakadt volna fel, hogy egy ilyen önpusztító erővé vált volna. Most akkor jött Krisztus, és ezt a két utat egyrészt egyesítette, tehát gyakorlatilag lehet is, meg kell is mindkét irányba kutakodni, mind ahogy mi az elmúlt három évben ezt tettük is. Másrészt felszabadította a feltételrendszert. Mi nem kell, hogy 30 év, hogy ezeket a dolgokat megtanuljuk. Mi múltkor beszéltünk a mesterekről, hogy a mesterek szerepét is elengedte. Ugye Jézus volt az utolsó planetáris mester, aki még beállhatott az ember és az Isten közé, vagy ember és a Krisztus közé. Ő volt az utolsó. És Krisztus óta nincs erre szükség. Mert azzal, hogy Jézusban megtestesült Krisztus, a napszellem, gyakorlatilag a halálával, az áldozati halálával egyé vált a Földdel. És áthatja a Földnek az éterikus világát a mai napig. A Föld szellemre. Nincs szükség közvetítőre, olyan értelemben, hogy egy mester, mint régen, karmikusan összekötte a saját életét a tanítványaival, egy teljes függőségi viszonyban, csak rajta keresztül az ő módszereivel, az ő idő beosztásával és az ő segítségével tudott beavatódni. Nincs rá szükség. Mindenki a saját szabad akaratából, az önismereti úttal, ugye ez lett az új neve a beoktási út, önismereti út, eljuthat oda, hogy fel tudja venni a kapcsolatot az isteni világgal. Tehát a mesterek szerepét is elengedte. Ugye nem kellene a zárt, izolált körülmények, nem kell hozzá elmenni kolostorokba, meg misztérium templomokba. Bárki szabadon megteheti. Ugye ez egy óriási nagy változása a beoktási útban. És ugye történt a pünkösdi esemény, amikor beszéltünk az Óperzsa beavatási útról, és annak a hatodik fokozata volt a naphős minőség.
Tehát pünköskor, Krisztus, tehát mindenféle ilyen előkészületek nélkül, hát karmikus előkészületek az apostoloknál biztos, hogy volt, de mindenféle ilyen tanulós, tehát ilyen hagyományos iskolázásos előkészület nélkül kiárasztotta rám, amit úgy mondjuk, hogy a Szent Szellem erejét, és ez olyan erős minőség volt, mint az Óperzsa behatási útnál a hatodik minőség. Tehát megmutatta Krisztus azt is, hogy ez így lehetséges. Nem az kell hozzá, mint ami eddig, hanem kegyelemből ez lehetséges az ember számára. És ugye nem a mester fogja már eldönteni, hanem az isteni világból, ahogy tetszik, a szellemvilágból figyelik az embert. És amikor az ember saját erőtere megtisztulva felfényesedik, akkor észreveszik, hogy ő már azon a szinten van, és ő fogják segíteni azt a beavatódást. Nem kell hozzá egy másik közvetítő. Tanácsadók, útmutatók mindig kellene, akik mutatnak, de volt, aki, hogy mutasson. És hát ugye, hát Krisztus azért megmutatta, hogy egy fecske is csinál nyarat. Tehát, hogy ő egy személyben olyan példát kapott nekünk, hogy egy ember sorsa, mert emberi vált, az mekkora hatása lett a Föld életére. És közben nem csak azt mutatta meg, hogy ő ezt meg tudta tenni, nyilván nem vagyunk hasonlatosak teljes mértékben hozzá, de azért egy sejtés szinten azért mindenki érezheti, hogy az ő egyszemélyes élete, az sohasem lehet a porszem, hogy ő semmit nem használ és nem árt ennek a világnak. Mert gyakorlatilag fel kell, hogy ébredjen az ember annak is felelősségérzet, hogy a mindenkinek az élete az egy jelentős mértékben befolyásoló tényező igazából a földi világban. És erre hoztam egy idézetet. Ezt tavaly is elmondtam, ezt nagyon szeretem. Gondolom nem folyatok bármilyen, nem mondom. Amikor a pillangó megmozdítja a szárnyát, fuvarat száll az egész föld körül. Amikor porszem esik a földre, az egész bolygó egy kicsit súlyosabb lesz. És ha lábaddal toppantasz, a föld kissé eltér a pályájáról. Amikor nevetsz, körben terjed a vidámság, mint tóban a vízgyűrűk, és amikor szomorú vagy, sehol senki nem lett igazán boldog. Hát ez a Norton Chester. Én azt gondolom, hogy ezek ilyen szép lirikus képek, de mutatják azt, hogy mindenki mindenkiért felelős gyakorlatilag. Tehát, és ez a felelősségérzet az, ami az emberben kialakul, akkor fog tudni csak áldatos munkát végezni az életében. Tehát az, hogy az ember áldatot tudjon hozni, abban, ahhoz kell ez az érzés, kell a felelősségérzet kialakulása. Hát a Krisztusi áldat amúgy meg, hát azért nyilván nem ezen a lapon van, de belegondoljunk, az előbb is mondtam, hogy a leghatalmasabbat áldozták fel a legkisebbért. Hát ezt kell átgondolni az embernek, hogy micsoda áldati munka van a szellemvilág történésében, az isteni világ történésében, hogy az elveszett bárányért feláldozzák a leghatalmasabbat, hogy tovább tudja vinni az útját. Szóval ez egy fantasztikus dolog. És a krisztusi következményekről kicsit tovább arra szolgatva, hogy az emberi halállal kapcsolatban is jelentős változásokat hozott. Tehát mikor Krisztus megtestesült, abban az időben az emberek, azok már olyan kapcsolatban voltak a halállal, tehát nem volt fogalmuk arról, hogy működik az emberi élet a halál után. Tehát gyakorlatilag félték az Istent. És az ellentételők ezt kihasználták, ezt a lehetőséget, és a halál utáni kis időszakban a köztársaságba becsempésztek egy káprázatvilágot. Úgy a mai napig, hogyha az ember nem is semmiben, és teljesen kiszolgálja a földi világnak a dolgait, akkor megvan a veszély rá, hogy halál pillanatában egy olyan világba fog kerülni, ami nem arról szól, amiről kéne szóljon. És ezt úgy kell értelmezni, hogy gyakorlatilag az isteni világ, a szellemvilág, ahonnan az ember leszakadt. Tehát az a szellemlégió, az emberiségét nevezünk, és az a folyamat, ami benne van, az evolúció. Ugye ebben a világban csak itt van halál. Ahonnan jöttünk, ahonnan leszakadt ez a szellemlégió, hogy senki nem ismeri a halál fogalmát. Halhatatlanságról van szó. Tehát itt nem volt befolyásuk, nem ismerték a halál élményét.
Tehát a halál élményét azt ugye mi az idő folyamán kaptuk meg a halhatatlansághoz képest. Tehát abban a fizikai alászállásban, amiben nekünk részt kellett, hogy vegyünk, hogy gyakorlatilag eljött az a pillanat, amikor ez a folyamat energetikailag már nem tudott jól működni, nem tudták volna így ebben a formában az evolúciót szolgálva jobban továbbvinni az embereket a felső világ lényei. És akkor kénytelenek voltak szakaszolni, el kellett vágni ezt a folyamatot, azért, hogy legyen egy olyan rész, ahol a zodiákusi téren keresztül ugye újra tudjuk szervezni azt az életfolyamatot, amit később megint meg tudunk realizálni tudunk a földi életünkben. Tehát ugye megint egy új 12-esség, egy zodiákusi kombinációval, egy asztrológiai képlettel jövünk le minden egyes alkalommal. De ez kellett az, hogy szakaszolják. És utána nyilván a kis halál, az meg azért kellett, mert még így sem volt teljes mértékben biztonságban az evolúció, és kellett az, hogy legyen egy olyan álomvilágban, egy olyan szakasz, ahol gyakorlatilag ugye a finom testeink közül az énünk, az asztrál testünket finoman kihúzzák, és gyakorlatilag finom hangolásokat tudnak végezni az emberen. De a halál akkor is csak a miénk. Tehát a szellemvilág lényei nem ismerték. És Krisztus volt az egyetlen a szellemvilágból, aki megtestesülve átismert ezen a szférán. Beragyogta ezt az egész szférát, gyakorlatilag az ellentéterőket visszaszorította abba a mezőbe, ami a dolg. Mert ők is végül is magasabb szinten az evolúció sorsát szolgálják. Hát átvilágította a halál utáni szférát, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a halál onnantól kezdve Krisztus óta, tehát nem szétválaszt, hanem összeköt. Tehát feloldotta azt a reménytelenséget, hogy az ember végére az életét, és úgy érzi, hogy felesleges volt. Ugye most is, ha elmegyünk a templomba, tehát én magam is eljárok, és szokták mondani, hogy mondjuk, hogy bűnösnek vallod magad? Bűnösnek, hogy vallom. Most, amikor egy emberi élet úgy járódik le, hogy ezt realizálja magában ezt a tudatot, hogy ő bűnös, mert azért, aki tudja, hogy aki itt van, az nem bűntelen, olyan ember nincs. Tehát ezt realizálja, hogy igen, én bűnös vagyok, viszont elvették tőle a karmikus tudást. Akkor nem tudja, hogy hogy lesz a folytatás. Vége az életének, és azt tudja, ott már ugye, amikor az ember a vége fele jár, hogy akkor már nem köti a káprázatvilág annyira. Tehát nem tudja elvonni a figyelmét a sok minden, ami addig előtte. És akkor sokkal őszintébben át tudja gondolni azt, hogy mennyire nem sikerült az, amit ő csinált. És nagyon kevesen mennek el az ember életből úgy, hogy egy ilyen elégedettségérzése, hogy most már nyugodtan mehetek, mert mindent megtettem. Tehát, hogyha nem úgy megy át az ember, akkor tele van félelemmel. És tényleg ez a kétségbeesés, meg ez az emberi élet értelmetlensége, ez Krisztusra már nagyon-nagyon elharapódott, és onnantól kezdve ez felszabadult ez a szféra. Összeköt minket a halál a két világ között. Ez egy hatalmas nagy dolog volt. És hát túl vagyunk a 12 szent éjszakán. A 12 szent éjszaka egy ilyen misztériumi kapcsolat Jézus és Krisztus között, a bölcsesség és a szeretet között. És hát ugye előtte voltak az adventi hétvégék. Már egyszer beszéltünk róla, hogy az adventi hetek gyakorlatilag egy-egy próbának a minőségét hozzák az életünkbe. És egy-egy ilyen próba, az gyakorlatilag minket nemesít, és egy-egy erény kellene kifejlesztenünk ebben a négy hétben, minden héten egy másikat. Ugye az első hét az igazságosság, a második hét az a mértéktartás, megfontoltság, a harmadik hét a bátorság, lélek jelenlét, és a negyedik hét az, ha már a Jézusi születéshez kötődik, az a bölcsesség. Ugye a karácsony misztériuma a bölcsességet jelenti az emberi életben, de a bölcsesség az már, ezek a plátói erények, a bölcsesség az már tovább visz, tehát Krisztus hozott még hármat ehhez a kapcsolathoz. Tehát karácsony átmutat már abba a háromba, amit Krisztus hozott. Ez a hit, a remény és a szeretet. Ugye ezek is olyan fogalmak, hogy napi szinten használjuk, de a jelentés tartományuk azok nincs teljesen kifejtve. Tehát mi az, hogy hit? Én azt tapasztalom, hogy az ember a hitről, aki hívő, annak természetes és jó, aki nem hívó, az meg hívő, az meg egy ilyen teljesen negatív dolognak jönni meg. Tehát, hogy ez egy olyan rosszféle elköteleződés valahova. Tehát nincs fogalma az embernek, az átlag embernek, hogy mit jelent az, hogy hit egyáltalán. Tehát a hit az
az végülis Krisztus óta kapott értelmet, mert Krisztus idejére már, mint hogy beszéltünk a halállal kapcsolatban is, hogy milyen állapotban volt az ember, de az emberek az nem hitték az Istent, hanem félték inkább az Istent. Azért félték, ugyanaz a probléma, tehát hogyha leél az ember úgy egy életet, hogy nagyon jól tudja, hogy mennyi bűnt követett el, és ha tudja, hogy vége van, akkor és azt mondják neki, hogy a teljes pusztulás van, hát az a reménytelenség azért az a félelmet tudja csak kiváltani. És az ő kapcsolat az Istennel az a félelem lesz, hogy mi lesz, amikor vége lesz, hogy megy a pokolra. Hát a pokol az nagyjából itt van azért, tehát nem kell ez ilyen külön területeket elképzelni a világban, vagy az univerzumban. Tehát innen már csak jobb helyre kell az ember. De nyilván ez a rossz kapcsolat ember és Isten között, ez egy félő dolog volt. És Krisztus óta, amióta az emberi én megerősödött bennünk, emberi én képes ezt a kozmikus szeretetet, Krisztusi szeretetet befogadni magába, és amikor ez túlárad az emberi énben, akkor át tudja hatni az asztrális tartományait. Tehát az asztrális, az érzésvilágát át tudja hatni. És ez belőlük kialakít egy ilyen érzésvilágot. De ez nem ugyanaz, mint amikor szeretünk valakiket, meg ilyen, nem a kedvességről csak. Ez is egy ilyen erő, ami áthatja az embert. A hit az így előre mutat, ugye magunk elé mutat a hit. Ugye mindannyiunknak vannak olyan dolgai, tudásai, ami olyan dolgokba hisz, ami nem bizonyítható. Tehát a hitünk az azt mutatja meg, hogy ebben a nem bizonyítható tartományban milyen minőségeket rakunk. Hova fordulunk segítségért, milyen Isten képünk van. És utána ráadásul azt, hogy hogyan realizáljuk ezt. Tehát a hit az egy cselekvő dolog. Mert nem csak arról, hogy én hiszek valamit, aztán az majd csak lesz valami, hanem a hitem által az végül gyakorlatilag az emberi én meghosszabbítja magát és realizál olyan dolgokat, amire most jelenleg még a saját sorsának a jobbításáért most még nem képes. Tehát előre vetít valami. És hogyha ez egy minőségi dolog, tehát egy megalapozott értékrendszerből fakad, akkor az a hit, végül is gyakorlatilag az Istennel való kapcsolatkeresés az realizálódik. Mondják, hogy kérj és megadatik, akkor ez így működik. Ő helyszíni azt, hogy ez létezik. Útkor beszéltünk rajta róla, hogy nem mindegy, hogy ki kér, meg az semmit, hogy mit, de gyakorlatilag ez a hit egy előremutató és egy cselekvő dolog. Nem tudom, mennyire volt érthető így ebben a formájában. És hát nyilván általában hát sok esetben az ember a vak hittel találkozik, tehát én életemben nagyon sok olyan emberrel találkoztam, hogy mindenről meg akartak győzni, ide lépjek be, oda lépjek be. Amúgy én mindenféle Isten tiszteletre szívesen járok, az evangélikusra különösen. Oda jobban el vagyok köteleződve, oda járok amúgy inkább, de hogyha máshova el kell mennem, azt is szeretem. De az tény is való, hogy én sok olyan emberrel találkoztam életemben, akik valamiben hittek. Tehát valamiben. Tehát azt mondjuk, hogy hiszek egy könyvben. Én is meg olyan embert, nem mondom meg hova jár, hogy azon kívül semmi. Tehát a Biblián kívül semmilyen könyv nem létezik, és ami ha nem abban van leírva, az nem Istentől való. Tehát itt tart a dolog. Na most, ez is egyfajta hit. Ugye azt kell látni a hitről, hogy nem csak előre mutat, hanem nyit. Tehát egyszerűen a hitünk által ez terjed kifele ez a tudás. Ez egyre messzebbről tudja az ember az Istennel kapcsolatkeresését realizálni, az Istennel együtt élni. Most amikor a vakhitban az ember, most nevezzük vakhitnek, akkor meg bezár egy dolgot. Ugye bezárja, nem, több dolog nem fér bele, ő magát meg kizárja. Tehát egyszerűen nem, ő meg nem tud már más befogadni. Egy zártságot okoz. És hát nyilván vannak még sok variációk így a hitetlenség területén, mert aki van az, aki hiszem, amit látok, és pedig ezer egyféleképpen meg lehet magyarázni az életnek egy nagyon sok olyan pontját és történését, ami nincsen fizikai magyarázat, és mégis van. De ettől függetlenül van egy ilyen embertípus. És van olyan is, aki mint az ego által egy picit akadályoztatva van a hitnek a megérésében. De nagyon sok olyan ember van, aki például gondolkodásában nagyon előre haladott, jó tájékozódó képessége van, mindenhova kapcsolódik, tehát olvas ezt, azt, tud idézni hatalmas nagy bölcsességeket, tehát mindenhonnan soha sehol nem kötelezi el magát, és mindig az alapján tájékozódik, amit ő maga jónak gondol. De nem mindenki így csinálja, csak amikor sehova sem tudok oda tartozni igazából, akkor az mindig azt jelzi, hogy csak a saját igazságom, tehát a saját elképzelésem létezik a világról. Tehát őnekik, ez a spirituális ego amúgy, szóval őnekik most még nem maradott meg, hogy ezt át tudják élni, amit egy normál ember, egy sokkal tájékozatlanabb ember is őszintén meg tud élni, amit itt nevezünk.
És hát az átlagember azért, aki a plázába tölti el a hétvégét, mert ott sok csodát lehet látni egyszerre, hát nyilván van egy olyan tartomány, ami meg azt jelenti, hogy semmi köze nincs ehhez. Tehát az Istenhez már semmilyen kapcsolata nem fűzi. A borzasztó nem is az, ami nincs is rá igénye. És ezek az emberek általában a saját sorsunknak az elszenvedői leginkább, tehát ők azok, akik nem tudnak beleszólni az életükbe, ha megfigyeljük. Tehát ők ilyen elszenvedői, csak úgy élnek. A remény a következő. Hát a remény az szintén a fizikai elpusztulással van összefüggésben. Ezt most lehet, hogy már külön nem kell, mert az előbb elmondtam a halálnál. Tehát a reménytelenség az, amikor az ember élet úgy megy végig, hogy nem tudja azt, hogy lesz folytatás. Tehát a karma tudattal, hogy az ember megtanulja a karmikus törvényszerűségeket, gyakorlatilag a reménye is megszületik, és azt kell tudni, hogy a következő életünk az pont ezekből a remény energiából építkezik, amivel mi bízunk a gondviselésben, hogy lesz egy folytatás, és abból fog újra szerveződni az az organizmus, amit megint mi leszünk a következő életünkben. És hát a szeretet az egy kicsit nagyobb falat már. Ugye ez a lényeg a előadás második részének, nagy nehezen eljutottak idáig. Tehát a szeretet az egy azért nehezen megfogható, mert ez is egy abszolút fogalom, olyan ez igazság. Ugye a szeretetet, hogyha abszolút értelemben akarjuk értelmezni, akkor azt mondjuk, hogy csak isteni szeretet van. Az isteni szeretet az tényleg feltétel nélküli, az tényleg folyamatos, az cselekvő, az tényleg csak a jót teszi. És hát nézzük meg, mi az emberi szeretet. De az emberi szeretet azért az általában az nem mondtam, hogy állandóan folyik belőlünk. Azt sem lehet mondani, hogy mindig ilyen aktívan cselekszik. Nagyon sokszor elég passzív, nagyon sok feltételhez kötött. Szóval, amit mondtam, hogy az ember a zodiákusi tulajdonság kombinációival ugye magában realizál olyan fékeket, gátakat, akadályozó tényezőket, amin keresztül még a szeretet is ugyanúgy nem tud megvalósulni a teljes mértékében, ahogy ez lehetséges lehetne. És hát, hogy hol születik például a szerelem szeretet? Gyakorlatilag sokan azt gondolják, hogy ez is az érzésvilág, tehát az asztráltestnek a működése, mert a mi életünkben a szeretet az már egy kicsit ilyen negvédes, tehát amikor úgy szeretünk valamit, hogy ilyen kicsit ilyen bájosan, meg ilyen most vonzódnak valamit, és kedvesek vagyunk, meg ez a sok üngyön-büngyön, meg szóval ennek semmi köze nincsen hozzá, mert eleve az ételtestet nevezik szeretettestnek. Az ételtestet nevezik szeretettestnek is, meg élettestnek is. És amikor az előbb beszéltünk arról, hogy az egész zodiákusi teret ez az erő hatja át, az egy erő. Ez egy olyan erő, ami bennünk, az ételtestünk köz kötődően egy életerővé válik. Tehát gyakorlatilag a mi életerőnk az a szeretet erejéből táplálkozik. Most az, hogy eszünk fizikai táplálékot, nagyon sokat dolgozunk vele, hogy folyadékot csináljunk bele belőle, abból a folyadékból meg kivonjunk mindenféle energiákat, hogy utána azt gondoljuk, hogy az mozgat minket. Nyilván összefügg a kettő, de nem az működteti az embert, hanem az az isteni szeretet, ami tényleg áthatja az emberi lényt, és ez az ételtesthez kötődik. Mert a végére szerettem rakni, amit búcsúnak jobb lesz, mint amit az elején raktam. Hát igen, ugye a krisztusi szeretetnél azért, amikor a szövetség, az új szövetség megkötetik, akkor azért van egy nagyon fontos momentum. Tehát ez a szemet szemért, fogad fogért. Ugye ezt ma is beszéltük már róla, mielőtt elkezdtem volna az előadást, hogy ennek a megváltoztatása mekkora jelentőséggel bír. Ezt nagyon kevesen értik meg, mert úgy érthető, de hogy igazából mi van a hátterében. Tehát azt kell látni, hogy az emberi fejlődésben hogyan alakulnak ki a törvények. Ugye akkor kellett a törvényeket meghozni, amikor már nem tartottuk be őket. Tehát gyakorlatilag a törvények azok mindig isteni törvények volt. Tehát az, hogy ne őj, hát azt most ki nem tudja, hogy ne őj. Mikor már azt mondják nekünk, hogy ne őj, akkor azt jelenti, hogy már szólni kell, hogy ne őj, mert hogy megteszed. És utána meg oda kell rakni hozzá a retorziókat, hogy ha ölsz, akkor ezt fogjuk csinálni veled. Egyrészt ugye ebben az van, hogy az Isten törvényeit átveszi az ember fogja megmondani, hogy mi a törvény, és ő fogja azt is megmondani, hogy ezért mi jár. És az, hogyha most egy bűnt elkövet az ember,
hogy egy másik bűnnel megbüntetjük, ugyanazt a ellentételőt realizáljuk és legalizáljuk az életünkben. Tehát Krisztusnál ezt kellett felszabadítani, ezt a tartományt. Ugye Buddha ne árts mondása vagy viselkedése, az erre utat mutat csak. Ő csak azt mutatja meg nekünk, hogy a ne árts, az gyakorlatilag az embernek az alaprezgése, hogy nekünk abból kéne állnunk, ez az alap motivuma lenne az embernek, hogy nem ártunk a fűszálnak sem. Ugye Krisztushoz mutatja az utat, aki azt mondja, hogy szeresd még az ellenségedet is. Tehát az a gyűlölet, az a negatív erő, ami a világot üzemelteti sok esetben, hogy azt hogy csak úgy tudod engedni, távolítani a világból, feloldani, ha szeretettel teszel. Tehát amikor mondják, hogy megdobd a kővel, dobd vissza kenyérrel. Ugye ezek a szimbolikák arról szólnak, hogy az ember elkövet egy bűnt, és te ebben részt veszel, tehát te visszaadod, akkor egy olyan karmikus játékot indítotok el, aminek rengeteg következménye lesz. És akkor azt mondod, hogy ő elköveti, az az ő dolga, őnek meg lesznek a karmikus következménye. Tehát ebben ne vegyél részt. Ne is közd össze magad vele. A szeretetbe fogadd el, és próbáld ezt fellazítani, ezt a karmikus szállat. A magad részéről már ne vegyél részt ebben a játékban. Tehát ezt lassan így kéne értelmezni, hogy ez jelenti. És hát, ugye szoktuk mondani a szeretetnek a három minőségét, ugye a cselekvő, a feltétel nélküli, és önzetlen. Ugye a cselekvő szeretet az egyszerű, mert már egyszer beszéltünk róla, hogy azzal, hogyha nem teszünk semmit, gyakorlatilag nem ártunk, tehát ebben a konstrukcióban már az kevés, tehát aki nem tesz semmit, már azzal is az ellentételüket szolgálja. Az, hogy ne árts, az már nem elég. Tehát az ember eljut egy bizonyos szellemi szintre, akkor tudja, hogy nem teheti meg, hogy nem tesz. Tehát aki egy bizonyos szinten van már. És ugye azért gondolom, akik itt vannak, eljutottak már. Tehát nincs egy passzivitás ebben a dologban. Tehát mindenképpen cselekvő. Az ember az mindenképpen megnyilvánul. Gondolataival, érzésével, mind beszédével, cselekedeteivel, ezzel mind sugárzunk a világba körülöttünk. Tehát mindenképpen cselekszünk, csak nem mindegy, hogy hogyan. És amikor az ember cselekszik, tehát szeretetet tesz, most próbáljuk meg ezt egy kicsit lefordítani, meg minimalizálni ennek a hatáskörét. Hát gyakorlatilag azt mondjuk, hogy amikor szeretettel teszünk valamit, akkor mit csinálunk? Jót teszünk. Valami jót teszünk. És amikor teszünk a jót, mondom mindannyian, azért néhány kérdést érdemes föltenni, hogy működik ez a cselekvő szeretet. Tehát például, hogy amikor tesszük a jót, hogy egyáltalán észreveszünk el azt, hogy a sors mennyi mindent tesz elénk fejlődési lehetőségként. Ugye hozza azokat a szituációkat, ahol mi jót tehetünk másokkal. Hogy egyáltalán észreveszünk el. Vagyunk abban az állapotban, hogy észreveszünk, hogy mi minden. És hogyha valaki most itt ezen gondolkodik, vagy ezt hallaná más is, és neki nem hozza a sors ezeket a lehetőségeket, hogy jót tegyen másokkal, akkor neki el kell gondolkodnia, hogy lehet, hogy nem is képes rá. Mert ha igen, akkor hozza. És ugye az a lehetőség, hogy én jót tehetek másokkal, az oké, hogy én neki jót tettem, mert bajban volt, és kisegítettem. De a fejlődést nekem szolgáltatja. Ő neki csak megoldom egy problémáját. Ugye egy másik kérdés az, hogy a lehetőségeinkhez miért nem tesszük ezt a segítségnyújtást, vagy a jót. Ugye most itt lehet hozni egy szép képet, hogy a limuzin ablaka lemegy, és akkor kiad 100 forintot a hajléktalannak. Nyilván a limuzinos már nem biztos, hogy leengedi az ablakot, mert akkor büdös lesz neki a kocsijába, vagy valamit képzel erről, de hogyha elképzeljük, hogyha ő ad 100 forintot, a milliárdos mondjuk ad 100 forintot a hajléktalannak, akkor mi történik ott? Hát nyilván a hajléktalan kapott 100 forintot, na de az az ember, aki adta, az csak a legismertebb akarta megnyitani, hogy adott valamit. Tehát, hogy a lehetőségeinkhez miért segítünk el, hogy valami kis morzsát odarakunk, miközben mi tényleg tehetnénk, és akkor azt mondjuk, hogy mi már tettünk. Ugye a másik meg az, hogyha ezt pontja elénk a sors, hát ilyen az élet, hogy minden nap hozza a lábunk elé ezeket a lehetőséget, akkor mondjuk el azt, hogy hát tegnap már megtettük. Ma már, most ne arra, de ma már nem. Tehát ugye ez az odaadás, meg az önzés, hogy belül milyen kombinációt hoz, hogy meddig tart a mi szeretetünk. És ugye a következő meg már az, hogy mi mindannyian kialakítunk egy életet egy sorsképlettel, és most mindannyian valamilyen helyzetben vagyunk, és nagyon sokan vagyunk nem jó helyzetben. Gondolom ismerünk olyan embereket, akik nincsenek jó helyzetben. Amikor az emberek nincsenek jó helyzetben, amit a saját sorsam, ő maga alakítgatja,
hogyha ha ő nincs abban az állapotban, amit gondol magára, hogy jónak kéne lennie, akkor ez mentesítheti őt attól, hogy nem tesz jót mondjuk a másiknak. De erre lehet hivatkozni, hogy nem, de most én rosszul vagyok, mert nem tudom. Tehát, hogy felmérjük-e annak a felelősségét, hogy az, hogy én egészséges, meg teljes leszek, vagy hogy fejlődni szeretnék a szellemi úton, hogy ennek a tétje az, hogy én a legjobb minőségemben tudjak hozzáadni a világhoz. Tehát minden egyéb dologon, mert pusztítom magamat, és leépítem, és tönkreteszem a saját életemet, az nyilván mondhatnánk, hogy egyéni szoc probléma, de valójában nem ez a lényeg, hanem azzal azt a lehetőséget veszem, hogy az én, az Isten adta lehetőségemmel éljek, hogy hozzátegyem a magamit a világ sorsképletéhez. Tehát ezek a kérdések szerintem mindenkinek érdekesek lehetnek. És hát az önzetlen meg a feltétel nélküli. Hát a feltétel nélküli, azt mindenki tudja, hogy nagyon sokszor úgy szeretünk, hogy bizonyos feltételeket kötünk. Tehát én is mindig ismertem olyan embereket, akik mondjuk a családján kívül, a család tagjaikon kívül, mondjuk van túl sok embert elengedtek be a hatósugarukba, mert ott vége volt. Aztán élték az életüket, voltak kapcsolataik, barátaik, de ott már azért érezhető volt, hogy azok nem. És hát nyilván vannak egyéb ilyen kis közösségek, ahol őket még szeretem, ők a barátaim, a többieket már nem szeretem. Tehát feltételek azok nagyon sokszor vannak. Amit észre se vesszük, és mégis bizonyos feltételeket rakunk, a szimpátia, antipátia már érből megteszi ezt a dolgot. Tehát ugye a feltétlen szeretet az nem olyan könnyű, hogy bármilyen élethelyzet bárkinek tudjál adni belőle. Tehát ez a mi gyarlóságunk. És ugye az önzetlen, hát azt meg végképp jól lehet tudjuk képzelni, hogy biztos sok embert ismerünk, aki adakozik, vagy sokat szokott segíteni, és ugye mondjuk meg őszintén, hogy szoktunk segíteni. Akkor hányszor van az, hogy azt mondjuk, hogy mondják, hogy ő volt az. És akkor tudod, hogy bemondják a nevét. Hogy segített a XY-on, és akkor ő ott kihúzza magát, és akkor körbenéz, és megnézi, hogy hányan látták, hogy ő volt az. Ugye? Vagy amikor fel kell írni a nevét a táblára, hogy ő volt, aki adományt adott. Vagy az, hogy utána megdicsérnek, hogy te ügyes voltál. Tehát, hogy hányszor van az, hogy az emberi ego az betolakodik ebbe a rendszerbe, hogy egyáltalán nem önzetlen az a segítségnyújtás. Sok esetben nem csak azért segítek, hogy magamat megnyitassam, hogy én olyan jó vagyok. Tehát, hogy ezek az önzetlenségnek a ilyen kis minőségi játékai. És ugye a vége fele, hát néhány fogalmat szeretném még hozzácsatolni, amivel ezt így meg lehet még erősíteni, amit eddig mondtam. Egy évvel ezelőtt a baráti körnek kiküldtem egy levelet, ahol néhány kérdést föltettem emberi alapfogalmakról. Azzal a szándékkal, hogy ezt a évről évre érdemes lenne ezen átmenni. Ez a terem, mit jelent számodra az, hogy teremtés vagy ősbukás, mit jelent a szeretet, a megbocsátás, az odaadás vagy a közösség. Szóval egy csomó fogalom volt, és hát most néhányat hozok segítségül. Nyilván nem mondom el annak a majdnem 30 embernek a álláspontját, mert hosszú is lenne, de azért mondom el, mert ezt már akkor is azért próbáltam nekik egy játéknak odaadni, mert hogyha ez ember ezzel foglalkozik, akkor visszahat erre a rendszerre. Tehát például a szeretettel is sokkal jobban tud foglalkozni. És ugye a szeretetről mi már a Szondi Miklóssal is mindenhol többször foglalkoztunk, de gyakorlatilag minden ilyen beszélgetésben például a teremtés történetet mindig behoztuk. És többször körkörösen visszajött a teremtés történet. És vajon miért? Ugye azért, mert az ember, amikor képet próbál alkotni arról, hogy az egész emberi evolúció hogyan történt, ez az egész bukás, tehát hogyan indult el, akkor a szereteten keresztül lehet leginkább megérteni ezt, és hogyha ezt az ember érti, és megpróbál olyan képzeteket alkotni az elképzelhetetlen tartomány felé, akkor fog átszivárogni valami olyan dolog, amivel jobban megérti. Tehát amikor csináltuk azt a rángódást az elején, ott is ugyanezt az imaginációs képességet fejlesztettük. Tehát gyakorlatilag a fantáziák segítségével elkezdünk képet alkotni olyan dolgokról, amiről nincs tudomásunk. És ha az ember hogy fejlődik, akkor ez a képalkotási képessége ezt át fogja hatni az, ami a mögötte lévő tartományból jön. Először csak átszínezi, aztán áterősíti, és egyszer csak átalakul olyan minőségi dolgokká, ami a tényleg valóságos imaginatív kép azokról a dolgokról. És ugyanígy van ez a teremtés előtti pillanatokról is. Ugye nincs elképzelésünk sem, de ha nem is
kísérletezünk vele, akkor nem fogunk tudni a szeretetről igazi képet alkotni, akkor nem fogjuk tudni elképzelni azt, hogy az az ősbukás, az pont azért történt, mert az a tökéletes áramlás, amit mi szeretetnek elképzelünk, hogy abban hiba csúszott, tehát bizonyos szellemlégiók, lények nem voltak képesek tökéletesen továbbítani a szeretetet. És ez a hiba, ez egy kitaszító folyamatot indít el az emberiség számára, ne a számunkra, bocsánat. És hogyha az ember erről próbál képet alkotni, akkor megpróbál túllátni rajta, hogy mi volt az a tökéletes, amikor még tökéletesen működött a szeretet. Akkor még tökéletesen. Ezzel a képpel az ember rendszeresen foglalkozik, visszahat a saját szeretet élményére ez a dolog. És ilyen értelemben, amikor az ember az emberrel foglalkozik, az emberi működéssel, az emberi organizációval, hogy hogy működik egy ember a teremtési folyamban, ha megismeri az összes tulajdonságát, ami működteti, ezek egy olyan képet adnak, amivel ezt a szeretet fogalmat is meg tudja színezni. Mert gyakorlatilag az ember nem ismeri ezeket, se a teremtési előtti pillanatokra nem tud képet alkotni, se a emberi működésről, az emberi egészségről, testileg, szellem hármasságáról, hát akkor milyen típusú szeretetet fog megvalósítani az életébe? Hogy fog tudni úgy szeretni, hogy ha nem tudja, hogy mi az a működés? Tehát ezek olyan alapok, ami nélkül gyakorlatilag még a szeretet fogalma sem fog tökéletesen működni. És akkor beszéltünk a boldogságról is egyszer-kétszer. Hát gyakorlatilag a boldogság az egy nagyon érdekes fogalom számomra. Tehát én azt fogom csak tudni elmondani, amit én gondolok erről. Mert ugye számomra a boldogság az nem egy pillanat élmény. Tehát nem arról szól, hogy történik valami dolog velem, amely egy hatalmas nagy hullámot vet az életembe. Ezt nevezzük örömnek, és akkor az öröm az felvisz az egekbe, és akkor utána nyilván hát elkopik, mert az tegnap történt, ma már nem úgy van, holnap meg elfelejtem. Tehát nálam a boldogság az egy stabil állapot, az egy hosszantartó élmény, méghozzá egy elégedettség érzés, ami a környezetemből jön vissza, amit visszasugároz a környezetem. Tehát attól vagyok boldog, hogy azt sugározza vissza a környezetem, hogy én jól csinálom. Tehát jól csinálom a dolgot a gyereknevelésemben, a feleségemmel, a baráti körömben, és hát ugye ez jó a kapcsolatom az Istennel. Hogyha ezt a rendszert az ember jól működteti, mindenhonnan jön a visszacsatolás. És ez egy hosszantartó elégedettségérzést ad az embernek. Nem az egójának, hogy de jó vagyok, hanem az, hogy üzemel a rendszer. Jól üzemel a rendszer, és nyugodt vagyok, stabil vagyok, tehát ezzel én jól fogom tudni tovább csinálni a dolgaimat. Ugye ez nem a tökéletességből szól, tehát ez nem arról szól, hogy hibátlan az ember, mert hogyha hibát követ, egy stabil rendszer, az könnyen korrigálja a hibát. Elköltem a hibát, megértem, feldolgozom, és mehetünk tovább. Tehát egy stabil rendszer tud a hibáknak megfelelőképpen ellenállni. Na most, hogyha az ember a boldogságról például nem tud képet alkotni, semmi képet nem tud alkotni, akkor hogyan akarja a szeretetébe boldoggá tenni a másikat? Tehát hogyan gondolja azt, hogy úgy fog adni majd másnak, hogy attól majd boldog lesz? Tehát, hogy... És akkor ott vannak a nehezebb fogalmak is. Hát most ugye nem fog lehet mindent elmondani, itt a közösség meg az ünnepről beszéltünk. A közösségről csak annyi, hogyha az ember elmegy a közösségbe, és érdemes mindig a magasabb szintűvel kezdeni, tehát egy szellemi közösséggel fogalmával kezdeném. Tehát gyakorlatilag, hogyha az ember elmegy a közösségbe, akkor ugye beadja a közösbe az ő saját kis tulajdonságát. Azt tudjuk, hogy egyikünk sem olyan már, hogy meghatározó jelenség az a világtörténetben, de mindenkinek vannak olyan kis talentumai, amit ha mással megoszt, kiegészít, akkor abból hatalmas dolgok születnek. És ugyanúgy, ha egy közösségben benne van az ember, akkor csak a másoknak a tükréből fogja megtudni, hogy neki hol vannak az óriási nagy hiányosságai. Most ugye, aki nem vesz részt egy közösségben, ilyen közösségekben, egyrészt ugye a világot fosztja meg attól a lehetőségtől, hogy az ő kis tudásával kiegészíti ugyan a másikét, ugyanakkor pedig nem fogja tudni észrevenni saját magát, mert otthon, vagy egy izolált rendszerben nem látja, hogy ő ki maga, mindig a másik fog mindenkinek besegíteni. És hogyha valaki ezt erre nem képes, tehát nem képes közösségbe lenni, akkor milyen erők fognak a szeretet helyett benne úrrá lenni, ha nem az önzés, ugye az öncélusság. Akkor az ünnepről már csak annyit, hogyha az ember ünnepeket nem tart, mint ma, akkor az például hogyan fogja, mivel fogja megtámasztani a szürke hétköznapjait, ahol a munka, a pénzkeresés és a mindenféle problémák elviszik napi szinten. Tehát hol lesznek azok a sarokpontok, ahol ezt ugye egy ilyen koncentrált
istenkeresési pillanatban együtt közösen alakítunk egy olyan erőteret, ami megtámasztja a hétköznapokat. Ugye próbálok délai hétben végigmenni rajta. Ugye van egy olyan, amit azért azért ki kell vesézni, ez a megbocsájtás. Ugye a megbocsájtást azt érdemes egy ilyen konkrétabb dolgon értelmezni. Tehát képzeljük el azt a történetet, hogy egy emberi interakcióban két fél van, az egyik az kiáraszt egy rossz impulzust, tehát megsérti a másikat, és van egy sértés, sértődöttség másik oldalról. Tehát nyilván, amikor valaki megsértődik, tehát kap egy ilyet, és most már tegyük fel itt azért olyanok vannak, akik így nem ma kezdték az útonjárást, akkor tudja mindenki nagyon jól, hogy minden dolog, ami velem szembe jön, szoktuk is mondani, az is én vagyok. Tehát aki engem megsértett, az gyakorlatilag egy olyan dolgot hozott nekem tálcán, amivel nekem még dolgom van, mert amúgy már nem lenne, akkor már nem sértődtem volna meg. Tehát hozza nekem a lehetőséget. Tehát egy magasabb szinten az ember ezt a felismeri, akkor nagyon jól tudja, hogy ez nekem járt. Valamiért ez nekem egy dolgom volt, megsértődök, felfogom, és megbocsájtok. Mert hát nekem hozták a lehetőséget, hogy ezt feloldjam. Megbocsájtok, feloldom. Jó esetben még hálát is érez az ember. Ő neki ennél a dologgal nem lesz több dolga. Feloldja akarnám ezt a szállat. Most a sértő az egy teljesen más történet, összefügg a kettő, de ezek szituációk, ahol egy társas játék zajlik. Ugye a sértő az igazából, hogy az ellentét erőket kapja meg segítségül, hogy a másiknak egy olyan negatív impulzus szúrja oda, amivel kialakul a sértés. Ő is a jó szolgálatában áll, csak ugye neki meg azt kell megtanulni ebben, hogy nem ez a legjobb módszer. Tehát, hogy neki nem azt a szerepet kell válnom az életet, hogy folyamatosan a másik piszkálásával felhívja a figyelmet rá, hogy ő ebben meg abban rossz. Ugye hány ilyen ember van? Sajnos ebben még én is nagyon sokszor belesem. Tehát ebben a szituációban a megbocsájtás, annak nem alapfeltétel amúgy a bocsánat kérés, de nyilván, hogyha ez a kettő együtt megtörténik, akkor ez egy szép karmikus oldást okoz. De itt a kérdés inkább az, tehát mindig kérdéseket szeretnék a végén föltenni egy ilyen tulajdonsághoz, hogy az ember nem tud megbocsájtani valakinek. Akkor ugye a szeretetről van szó, ez meg a szeretetlenségnek egy minősége lesz, akkor milyen minőségű élmény, vagy érzés fog, vagy erő fog belőle sugározni, hogyha nem tud megbocsájtani a másik ember felé. Hát minimum lesz egy harag, de lehet egy gyűlölet is. Tehát egyszerűen egy ellenségképet is tud gyártani a másikból, hogyha ha nem tud megbocsájtani. Ezt nem tudjuk. És hát ugye vannak még ilyen súlyos fogalmak, mint hogy alázat meg elfogadás. Hát nyilván az elfogadást azt én úgy éltem meg az életemben, hogy nehezen, hogy ugye elfogadni minden olyan dolgot, amivel én nem értek egyet. Ugye ez a borzasztó nehéz. Tehát minden olyan ember például, aki olyat mond, úgy csinál, úgy él, úgy viselkedik az értékrendszere, amivel egyáltalán nem értek egyet. Na, ez egy nehéz dolog. Ugye nehéz dolog azt is elképzelni és elfogadni, hogy az én jelenlegi elképzelésem a világról, a jóról, a rosszról, meg arról, hogy én milyen minőségben élek, az egy viszonylagos dolog. Tehát, hogy ez az én minőségem szerint tudom csak elképzelni azt, hogy én egyáltalán hol élek. És ugye el kell tudni fogadni azt is, hogy az én bármilyen nevű öncélú terveim, az mindig egy magasabb terv szolgálatával áll. Tehát az elfogadásnak a minőségeit azt gondolom, hogy itt lehet megközelíteni. És hát az alázat, az ugye ennek egy picit egy ilyen továbbfejlesztett változata, mert ott is el kell fogadni, csak ott az alázat az már egy magasabb gesztus. Mit csinál az ember? Fejet hajt a magasabb előtt. Tehát nem csak elfogad, hanem ott elfogadja, hogy ami jön, azzal neki dolga van. Tehát egy tényleg igazi főhajtás van az alázatban. Tehát nem csak elfogadom, hanem aki el tud fogadni egy másik embert, vagy bárkit, az mindenkitől fog tudni tanulni. Ez mindenkitől. Ha egy mondatot, akkor azt egy mondatot. Nem csak elfogad, hanem odafigyel, és azt ad egy pici dolgot, azt hiszem, hogy amiért nem felesleges az ő kapcsolatok. Az alázat az egy magasabb dolog. Az alázat az egy viselkedést és egy morált stabilizáló tényező az emberben. Ez a szenvedélyes egykedvűség, hogyha szoktuk ezt néha használni, az csak egy alázatos emberben tud megszületni. Tehát akit az öröm, a bánat hullámai már nem dobálnak jobbra balra, mert egy stabil állapotban van az alázatos ember. Most ugye az a kérdés, hogy az ember például nem tud elfogadni dolgokat, akkor benne milyen érzések fognak
felszabadulni, a szeretet helyett például. Ha nem fogadom a másikat, akkor ugye az előbb is mondtuk, hogy akkor már vele szemben egy ilyen antipátia már simán kialakul, de még egy ellenség is. Ha nem fogadja az ember például a saját sorsát, akkor milyen erőket fog indukálni? Hát minimum az, hogy egy ilyen igazságtalannak érezni az életét, hogy vele kiszúrta. És egy rosszabb esetben meg akár Isten tagadást is, hogyha volt neki Isten képe. Tehát az elfogadás az egy ilyen fontos dolog az életünkben. És hát utolsó előtti momentumként, egy ilyen kis zárásként, illetve most még csak egy összefoglalásként, tehát a mai előadásban én azt szerettem volna, hogy bizonyos utakat bejárjunk. Tehát ugye van egy, létezik egy történelmi út, tehát van egy olyan, hogy az evolúciós ívben az ember anyagba száll, és eljut arra a pontra, hogy megszülethessen az emberi minőség legmagasabba, ugye Jézus, ez egy út. És ezen az úton keresztül még van 30 év, hogy felkészüljön arra, hogy megszülessen Krisztus benne. És Krisztus után ez az időfordulóján megindul egy olyan folyamat, ami lehetőséget nyújt arra számunkra, hogy új szempontok alapján, szabad akaratból önállóan elinduljunk az isteni világok felé. És ennek az útnak analógiája azok az egyéb utak, amiket megpróbáltunk, a belső út, ahol mi a magasabb minőségünkig törekszünk, és onnan megtaláljuk Krisztust. És ugyanúgy az isteni utakon felülről alányulnak az embernek, és végig rátalál az ember mindenképpen az útjára. És az isteni alányulás segítségével ugyanúgy megtalálja Krisztust. Tehát ezek a folyamatokat, hogy az ember össze tudja illeszteni az életébe, meg tudja úgy élni, hogy látja a történelmi folyamatot, látja a belső útját, látja az isteni segítségi utás útját, ezeket magába tudja realizálni, akkor fog tudni igazán úgy megélni egy életet, hogy nem csak a saját sorsáért lesz felelős, hanem már tényleg egy valóságos résztvevője lesz az egész teremtési folyamatnak. Mi az embertől ezt várják el, hogy részt vegyen benne. És akkor, amit kihagytam az elején, mert úgy gondoltam, hogy meghagyom a végére, az egy játék betűkkel, illetve kihoztunk mindjárt egy olyan papírt, amin van egy olyan dolog, hogy amit a rámándorlásként terveztünk, vagy beszéltünk, azt le is írtam. Nincs vagyok már többé, csak egyet értek a dolog. Hát ezen a papíron most rajta van az a rámangolódási instrukció, amit itt megértünk együtt az elején, mint egy kis meditáció, ilyen törpe vagy mikromeditáció. És van benne egy olyan krisztusi fohász, amit én hosszú idők alatt dolgoztam ki magamból. És ehhez most el fogok mondani egy olyan működési elvet, ami talán nem ismeretes számotokra ebben a formában. Ugye nagyon sokat foglalkoztam magamban ezzel a dolgokkal, hogy hogyan lehetne a isteni világokkal olyan legális kapcsolatot felvenni, ami működőképessé teszi ezt az energetikát, úgy, amit mi szeretetnek nevezünk. Megvárom akkor ezt a kis kiosztást, hogy nyugodt körülmények között tudjuk folytatni. Köszönöm szépen a segítséget. Köszönöm. Hát ugye ebben benne van az a kis ráhangolódás, és a belsőben még benne van egy olyan fohász, ugye egy krisztusi szeretet meghívása, amit hogyha az ember otthon kipróbálja ezt a sok ideje erre a dologra, tehát nem is van sok, akkor gyakorlatilag abban a meditációs ciklusban, amikor elér oda, hogy ő átéri az isteni szeretetet, akkor hogyha elképzeli azt, ami a belső oldalon van, tehát behívja azt a krisztusi fohászt, akkor tudja illeszteni ezt a két folyamatot egymáshoz. És ehhez a dupla dologhoz most mondanék egy olyan működési elvet, amin érdemes elgondolkodni. Ugye, egy évvel ezelőtt, amikor a krisztusi szeretetről beszéltünk, akkor hoztam egy olyan példát, amit a fizikában szoktak megmutatni nekünk, hogy van 7 darab golyó, ugye szorosan egymás mellett vannak,
ez a lendület megvonulás törvényét szimbolizálják. Az egyik golyót, hogyha kilendítik, akkor a hetedik az kimegy, de öt darab úgy marad ott, hogy teljesen mozdulatlanul. Tehát olyan öntudatlanul adja át az infúzust, hogy semmi sem látszik, semmi sem történik vele. Én a szeretetre hoztam tavaly még ezt a példát, hogy képzeljük el, hogy valahogy itt kéne az önzetben cselekvő szeretetnek működnie, hogy így adja át az ember, nem gondolkodik, szeretem. És most azt gondolom, hogy ezt lehet tovább fejleszteni. Ugye eltelt egy év, sok mindenről beszéltünk, és most ne golyóknak képzeljük el magunkat, hanem úgy képzeljük el magunkat, ha már beszéltünk erőkről, meg erőterekről, mint mi magunk is egy élő, pulzáló erőtér vagyunk. Azt kell ugye látni, hogy ez a kozmikus szeretet az folyamatosan áramlik felénk, meg belénk, és rajtunk keresztül is valamilyen minőségben. Az előbb beszéltünk arról, hogy azok a akadályozó és torzító tényezők, amit a személyiségünkön keresztül mi megvalósítunk, realizálunk a születésünkkor, hogy ez a karmikus képletben is benne van, gyakorlatilag ezeket, ha fejlesztjük, ha tisztítjuk ezt az erőteret, akkor ez az erőtér, ez egyre nagyobb hatósugarú szeretett impulzust tud befogadni. Egyre többet. És ugye az milyen a szeretet? Bennem is által. Tehát semmit nem tart meg. Próbálunk semmit meg nem tartani belőle. Tehát képzeljük el, hogyha mi az önismereti úton évről-évre együtt dolgozunk, és elkezdünk fejlődni, akkor ez a tartomány ez egyre tisztább lesz, és abból, hogy tisztább lesz, mint egy jó áramkörnél egy vastagabb vezeték, vezető, gyakorlatilag egyre többet fogunk tudni befogadni és továbbítani. Tehát ugye ez az első képzet, hogy működésében egy bővülő tartomány, egy tisztuló emberi organizmusban. A következőt képzeljük el, hogy van 10 ember. De legyen 12, ma szebb szám. Van 12 ember. És én ismerem azt a 12 embert. És mi megbeszéljük, hogy mi 12-en, minden este 9:30-kor ezt fogjuk áramoltatni egymás felé. Ugye ez most csak egy játék, mert a valóságban nem kell megbeszélni semmit, de hogyha ösztönösen működik, ez tegyük fel, hogy nem kell, hogy megbeszéljük, ez a 10 ember, ez tudja, hogy szereti egymást, és ők minden este 9:30-kor találkoznak az estében, és mindenki a másik felé ezt a szeretett impulzust kiárassza. Ezt a bővül, ugye évről évre fejlődő, bővül szeretett tartomány. Ugye én kiárasztom a 12 felé, de 12-szörös jön vissza. Tehát képzeljük ezt el, hogy onnan 12-szeres jön vissza. És egyrészt jön vissza 12-szeres, de bennem is, mivel ez egy bennem is általam, folyamatosan megy át rajtam, tehát én semmit nem tartok meg, de mindig bennem van. És ez még 12-szeresen meg van erősítve. Tehát ez egy olyan konstrukció, hogy az embernek van hite, és van egy kis ideje fél-tízkor, akkor ezt lehet használni. Ugye mi néhányan már elkezdtük használni ezt a szeretett teret. Úgy kezdtük el, hogy mindenki úgy imádkozik, hogy akar. Ezt amúgy most is tudom mondani, hogyha van kedvetek hozzá, akik itt vannak ezen a néhány ember az előadáson, akinek van erre kedve és türelme, ha nem pont fél-tízkor, akkor is jó. Ha kihagy napokat, akkor is jó, de ha minél többször tudunk találkozni ebben a szeretett térben, és gondoljatok erre a konstrukcióra, amit mondta, akkor tényleg fogunk tudni alakítani egy olyan erőteret, ami visszahat a saját környezetünkre. Mert ez nem a lényeg. Tehát a sok szöveg, amit elmondtam, az is fontos, de a lényeg az mégiscsak ez lenne. És hát mi mindenfél tiszkot csináljuk ezt a dolgot. És hogyha kialakul egy közösség, akkor ez egyre több embernek fog menni. Most nem kell konkrét emberek gondolkodni, én minden este kb. 40 embert szoktam átsugározni a magam képességéhez képest a szeretettel. Kb. 40 embert. Tehát aki az életemben ott van valamiért, és ebben benne vannak azok is, akikkel probléma van. Tehát ez nem arról szól, hogy a barátaimat, nagy részt nyilván sok barátom, hál' Istennek, de azokat is kimondottan, akikkel gond van, akivel konfliktuson volt, vagy akivel nem működik a kapcsolatom. Tehát azokat is. Én körülbelül 40 embert szoktam minden este. Most ha mindenki ezt a kis 40 embert csinálná, most mondtam egy példát, és most már ismerjük egymást sokan, én is sokat kapnék biztos mástól, ő is sokat kapna a másiktól. Tehát gyakorlatilag úgy adnánk egymásnak a szeretetet, hogy nekünk nem kell magunknak állandóan birtokolni és kisártítani, mert ezt a másiktól fogjuk kapni meg később ilyetben. Úgyhogy erre a gyakorlatra hívlak benneteket, hogyha van kedvetek hozzá, és ezekkel a gondolatokkal zárnám a mai estét. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!